A Maja mesélje. Itt van velünk Péter, aki a Messengeren írt rám, és azt mondta, hogy ez a ma este számára felér egy időutazással. Miért is? Nagyon nem vagyok nagy Facebookos, de rátaláltam. Ugyanarra helyre tettem a telefont, ahol régen a hifiről hallgattalak régen a Sláger Rádióban. Ezt add össze. Se internetem nem volt, a televíziót utálom, azt nem nézem. Mindig vártam a műsort, este 8-tól éjféli, kétfőtől csütörtökig. És ugyanarra a helyre került a telefon, ahol most töltöm. Ezt add össze. Ugyanaz a bútorzat, hallod? De azért, hogyha a környezeted nem is, te biztos változtál az eltelt évek alatt. Én biztos, hogy nem. Én mindig ugyanaz vagyok, aki mindig is voltam. Ugyanott ragadtam, hát figyelj, se család, semmi. 79-es vagyok. Hát az összes kortársam 200 kilós dagadt disznó lett, férfi létére. Én ezt szálka, olyan sovány vagyok, hogy a szarszagát érződik rajta, a kollégáim így viccesen így mondják. De szerencsére én nem az a fajta vagyok, a hobbimnak élek. Mi a hobbid? Hát mondjuk az amerikai autó, a motor, a kamion, meg minden, ami mozog. Ha már a mozgó cuccoknál tartunk, azt írtad a Messengeren, hogy elmesélnéd, hogy miért kaptál körülbelül 30 éve az édesapától karácsonyra egy olajos Warburg kormányt. Erre nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy hallgatom. Az a lényege, hogy egy infantilis személyiség, egy gyerekes, a fater sose volt pénze, mert ő fiatalon elkezdett kamionozni, minden pénzét autóra költötte, és nem akart előttem beégni. És egyszer csak nézek a karácsonyfa alá, nézem egy kerek valami, kibontom, hát öregem képzel egy olajos Warburg kormány. Szóval szerint olajos volt maga a kormány? Az egész kormány, hát valami bontóból szerezte. Hát én röhögtem, mert gyerekként átláttam, hogy milyen hülye, érted? Lehet, hogy úgy gondolt, hogy később jön hozzá a Warburg többi darabja. Nem. Próbáltam optimista lenni, viszont szerintem teljesen egyértelmű, hogy honnan jött a te nagy autó szereteted. Köszönöm szépen, és várom majd a hasonló vagy teljesen másmilyen sztorikat, mert úgy érzem, hogy van még jó pár minden, amit mesélnél a zsebedbe, hívjál, vagy írj újra, hogyha gondolod, ide a Maja meséibe.